most már lassan 3 hónapja folyik ugye a Sajón szennyezésének az ügye, és figyelemmel kísértem az eddigi úgymond semmittevést, és úgy véltem, hogy legcélra vezetőbb, hogyha vizsgálatokat végzek a Sajó folyamvonalában, és kimondottan nem a szennyezési ponthoz megyek el, hanem a magyarországi, illetve a határmenti területeket vizsgálom, mivel ez foglalkoztatja legjobban a közvéleményt, ugye, hogy Magyarországra milyen szennyezés jut el. Ugye azt tudnunk kell, hogy a szennyezés, ahonnan ered alsó Sajónál, ugye a bánya részről, ezt ott nem lehet lezárni. Tehát nagyon sok olyan kommentet olvasok, hogy miért nem zárják le, miért nem heggeztik le. Ezt nem lehet megoldani, mivel egy talajvízről beszélünk, amelynek el kell folynia. Itt kétféle rossz verzió létezne. Egyik, hogy a szabad földre engedik ki ott a szennyező vizet, a másik pedig, hogy ugye közvetlenül egy folyóvízbe, illetve a Sajóba távozik. Hát ezt a utóbbi rosszat kell sajnos elszenvednünk. A mai napon több pontján végeztem a Sajónak vizsgálatokat, és ahogy említettem, ez a határmenti részem volt, tehát amikor Magyarországra érkezik a Sajó vízfolyása, ezt vizsgáltam, hogy a magyar szakaszon mi érzékelhető ebből a hatalmas nehézfém szennyezésből, illetve mi érintheti a mi ökológiánkat. A helyi vizsgálatok alapján, amelyeket végeztem, elmondhatom azt az eredményt, természetesen ez nem megerősített labor eredmények alapján készült, mivel további vizsgálatokat igényelne a munkám, hogy azt tapasztaltam, ami ugye már megjelent a sajtóban is több helyen, hogy a magyarországi részen nem érzékelhető jelentős nehézfém szennyezés, tehát az a kimondott arzén, illetve vas szennyezés, vas szulfát szennyezés nem tapasztalható a magyar vízfolyásban. Viszont itt jegyezném azt meg, hogy ez nem jelenti azt, hogy nincs a magyarországi ökológiára, illetve a vízfolyásra káros hatással ez a kimenetem. Itt egy ökológiai láncról beszélünk, amelynek egyes szakaszait szét lehet választani, de ezt nem határok fogják szétválasztani, hanem távolabbi területek. A Magyarországra beérkező szakasznál ugye elmondható az, hogy két dolog miatt nem jellemző már a szennyezés. Az egyik, hogy korábban már 2-3 nagyobb vízfolyás csatlakozik be a Sajóba, amely higítja a vizét. A másik pedig a lugos-savas kémhatásoknak az együttese okán kicsapódnak ezek a nehézfémek, amelyek a folyóvíznek a mederében ugye ülepednek le. Ebből kifolyólag, ugye, ahogy mondtam, már nem jellemző a magyar szakaszon a nehézfém szennyezés, viszont el szeretném azt mondani, hogy sajnos ez nem jelenti azt, hogy nem lesz hatással a természetes ökológiánkra ez a folyamat. Mégpedig azért is, mert az arzén egy nagyon veszélyes anyag, és nagyon sok esetben tapasztaltam már ezt kutatások során, hogy vannak olyan élőlények, amelyek képesek kicsit fölvenni a arzént úgy, mint nehéz fémet, és folyamatosan egy hozzászokás tapasztalható meg a szervezetükben. Erre egy nagyon érdekes példát tudok mondani. A középkorban egyes arisztokrata hölgyek magukat úgy szépítették, hogy arzénos anyagokat használtak mindenféle festékanyagokba, púderekben, és megfigyelték azt, hogy igaz, hogy jelentős mérgezés érte őket, és betegedtek is, tehát a hajuk tönkrement, a foguk tönkrement, de mégis elég hosszú ideig, elég huzamos ideig képesek voltak az arzént ugye a szervezetükben elfogadni. Ez jellemezheti például az élővilágot is, még egy távolabbi részen is a szennyezéstől, hogy a halak, madarak és kisebb emlősök, ugye, amelyek isznak a folyóból, valamelyes szinten a szervezetükbe fölhalmozzák ezeket a nehézfémeket, és nem is jelentkezik azonnal mérgezés náluk, azonnal jelentős pusztulás. Viszont hosszú távon én elképzelem azt, hogy jelentős állománycsökkenés, pusztulás lesz tapasztalható, és természetesen, mint az ember, az ökológiai lánc legmagasabb pontja, így mi is részesülni fogunk ebből a szennyezésből.
A másik nagyon fontos, amit megemlítenék, hogy ezek a mérgezések hiába, hogy a megengedett érték alatt vannak, de itt több veszélyes anyagról beszélünk. És ezt is kutatások mutatták ki, amennyiben több veszélyes anyagnak, igaz, hogy szint alatti a veszélyessége, a mértéke, de mégis együttesen nagyobb hatást és mérgezőbb hatást fejthetnek ki, mint akár egy arzénmérgezés egyedül. Ebből következtetve el szeretném mondani, hogy mindent összevetve én elmondom azt, hogy hiába, hogy messze vagyunk a pont forrástól, tehát a kifolyástól, de Magyarország is az ökológiai lánc részeként részesülhet ebből a szennyezésből, és az ökológiai lánc tagjai sérülhetnek. Ezáltal a hosszú folyamatot is nézve, tehát hogy most már 3 hónapja történik ez a szennyezés, minél tovább fog ez a szennyezés folytatódni, annál nagyobb lesz a területeknek a sérülékenysége. Én nagyon remélem, most már hamarosan le fog zárulni ez a szennyezés, és egy olyan eredményt mutathatunk föl akár Magyarországon is, hogy nem várható további ökológiai sérülés.